A Pannon Televízió híradóját látják, köszöntöm a nézőket. December 7-e van Ambrus névnapja. Ma van a polgári repülés napja. 165 éve Keszthelyen megszületett Schwarz Dávid, a kormányozható léghajó feltalálója. Találmányát Zeppelin vette meg. 74 éve a japánok megtámadták a Hawaii-szigeteken lévő amerikai támaszpontot, Pearl Harbort. Most következzenek a nap legfontosabb hírei. Bratislav Gašić nem maradhat védelmi miniszter, jelentette ki a kormányfő. Szerdán kezdődik a jövő évi szerbiai költségvetés vitája. A Vojvodina kézilabdázói akadályozták meg, hogy feltörjék a Frankfurt és Belgrád közötti repülőgépjárat pilóta fülkéjét. Jótékonysági Mikulás estet szervezett Budapesten a Vajdasági Baráti Egyesület. Bratislav Gašić nem maradhat védelmi miniszter, jelentette ki Alekszandr Vučić. A miniszterelnök úgy véli, hogy Gašić mindeddig odaadó munkát végzett. Jó barátként tekint rá, de a Trstenikben tartott sajtótájékoztatón történtek után távoznia kell posztjáról. Ez az az ominózus mondat, amely miatt Bratislav Gašićnak távoznia kell. A védelmi miniszter vasárnap Trstenikbe látogatott. A csőd közelben jutott Prva Petoletka gyárban tett látogatását követő sajtótájékoztatón azonban, mint utóbb kiderült, hatalmas baklövést követett el. Megsértette Zlatija Lábovicsot. A B92 újságírónője legugolt, hogy a mögötte lévő kamerákat ne takarja el. A védelmi miniszter erre azt mondta, szereti azokat az újságírónőket, akik ilyen könnyen letérdelnek. Alekszandr Vučić kormányfő az incidenssel kapcsolatban azt mondta, sokkolta a védelmi miniszter kijelentése. Vučić ennek ellenére úgy véli, hogy Gašić az elmúlt időszakban nagyon komoly munkát végzett. A miniszterelnök hangsúlyozta, továbbra is barátként tekint rá, ezek után azonban nem maradhat tovább miniszter. Bratislav Gašić ne može da ostane ministar odbrane posle ovakvih uvreda izrečenih na račun jedne žene, a time su povređene sve žene. Ja sam danas sa njim razgovarao više puta. Ovo je za mene bio jedan od teških dana, ali vi znate da neko u našoj zemlji mora da donosi odluke. Zorana Mihajlović építésügyi, közlekedési és infrastruktúrális miniszter szerint pozitív dologként könyvelhető el, hogy a történtek után kollégája Bratislav Gašić bocsánatot kért a B92 újságírónőjétől. A nők egyenjogúságáért azonban harcolni kell. Moramo da činimo zaista zajedničke napore da se potpuno drugačije promeni način uopšte odnošenja prema ženama. I kao neko ko se zalaže stvarno za vođenje ženske politike i kao neko ko trenutno vodi koordinacijono telo za rodnu ravnopravnost, ja znam da nije bilo lako, nije lako ni danas, a neće ni biti lako svima nama da u tom procesu budemo mnogo brži. Alekszandr Vulin, szociálpolitikai miniszter, Gašić munkásságát dicsérte. Azonban maga is úgy véli, hogy a védelmi miniszter meggondolatlanságot követett el. Ja sam siguran da je ministru Gašiću najteže. Siguran sam da je ministar Gašić smatra da to što je rekao je svakako apsolutno neprimereno i nešto što, siguran sam, nije ni pomislio ni želeo zapravo da kaže. I to je ono što jedino želim da kažem u ovom trenutku. Gospodin Gašić je dobar, čestit čovek i dobro je vodio i dobro vodi Ministarstvo odbrane. Bratislav Gašić védelmi miniszter Zlatija Lábovicsnak a B92 újságírójának címzett levelében így fogalmaz. Szeretnék bocsánatot kérni Zlatija Lábovicsot újságírónőtől és a közvéleménytől is a szégyenletes kijelentésemért. Erre egyszerűen nincs magyarázat. December 14-én Brüsszelben megnyitják Szerbia Európai Uniós csatlakozási tárgyalásainak a 35. és 32. fejezetét. Ez hatalmas elismerést jelent Alekszandr Vučić kormánya számára, jelentette ki David McAllister. A Szerbiáról szóló országjelentés készítője az Európai Parlamentben kiemelte azokat a gesztusokat, amelyeket az utóbbi időben a szerb miniszterelnök tett a térség stabilitásáért. Többek között, hogy részt vett a horvát elnök beiktatásában,
felvonulási ünnepségén fejet hajtott a szrebrenicai áldozatok előtt, ellátogatott Albániába és sikeresen vezette a Belgrád-Pristina párbeszédet. Elismerően szólt a Szerbiában zajló államigazgatási reformról, de hiányolta a civil szervezetek nagyobb mértékű bevonását a döntéshozatalba. A nemzeti közösségek jogaival kapcsolatban elmondta, hogy támogatja az oktatást és a foglalkoztatási arány javítását. Aggodalmát fejezte ki a szerbiai sajtó szabadságáért, amely véleménye szerint a demokrácia alapfeltétele. Nagybecskereken másfél hónappal ezelőtt megtörtént a víztisztító berendezés alapkövének a letétele, de a munkálatok mindmáig nem kezdődtek el. Pedig az illetékesek azt ígérték, hogy az év végéig megoldódik a városi ivóvíz ellátása. A munkával a kivitelező késik, ők azonban nem akarnak nyilatkozni. Október 21-én az alapkő letétellel ünnepélyesen megkezdődött a nagybecskereki víztisztító berendezés építése, amit az olasz Zilio csoportosulásra bízott az önkormányzat. A Szent Mihályi úton lévő telken azonban azóta sem látni munkagépet, pedig az illetékesek mást ígértek. Problém piace vode rešavamo i u onim rokovima koje smo obećali, tako da evo danas krećemo konačno i sa građevinskim radovima. I ja se nadam da će do kraja godine, kako su rekli izvođači, da se postrojenje priključi na naš cevovod. Most már egyértelmű, hogy késik a víztisztító építése, vagyis, hogy a nagybecskereki vízvezetékben még egy ideig arzénos víz folyik majd. Javno komunalno preduzeće vode i kanalizacije ispunilo svoje ugovorne obaveze. Grupa Zilio, koja je dobila na ovoj javnoj nabavci, da radi ovaj posao usluga prečišćavanja, dobila je i građevinsku dozvolu i mi smo jednostavno realno očekivali da će u novembru mesecu početi sa izgradnjom fabrike vode. A Zilio azonban még nem látott munkához. Hogy miért késnek, nem tudjuk, mert nem akartak nyilatkozni. A nagybecskerekiek várnak, de többségük már nem hisz az ígéretekben. Úgy látom, hogy ez a vízgyár csak a választásokra szolgál, de nincs valós alapja, mert ilyen módon a vizet nem lehet megtisztítani. Szerintem egy nagy melléfogás, és ebből nem lesz semmi. Felbontották a szerződést a német céggel, amely szerintem sokkal jobb volt és biztonságosabb. Nagybecskereken 11 évvel ezelőtt a magas arzéntartalom miatt betiltották a vezetékes víz használatát. Az önkormányzat 2012-ben szerződést írt alá a német Wassertechnik társasággal a vízgyár építéséről, de a szerződést a hatalomváltás után felbontották. Megduplázza a kis- és középvállalatok támogatását a szerb kormány 2016-ban. A jövő évi költségvetésben 500 millió dinárt láttak elő erre a célra, az idei valamivel több mint 200 millió dinár helyett. A miniszterelnök szerint ez további gazdasági növekedést biztosít az ország számára. Gépek vásárlását támogatja nagyobb mértékben a szerb kormány 2016-ban. Olyan hitelkonstrukciókat dolgoznak ki, amelyek segítségével a vállalkozók bővíteni tudják majd a termelőkapacitásaikat. To je program koji radimo zajedno sa bankama kako bi postigli što veći efekat, a koncept je da uz sofinansiranje od 5% i kredit od 70%, koji je mnogo povoljniji nego klasični tržišni krediti koji se mogu naći kod banaka, male i srednje preduzeće mogu dobiju postice u visini 25%. Aleksandar Vučić, ministar javnog, úgy látja, hogy Szerbia tovább halad a gazdasági fejlődés útján. Srbija ima fiskalni deficit, imaće fiskalni deficit neuporedivo niži, čak značajno niži i od dobrog dela zemalja Evropske unije. Treća dobra stvar je što je Srbija privredu iz recesije i posle teških užasnih poplava uspela da preokrene i da imamo pozitivan trend rasta, mislim da će biti skoro 1%. A kormány támogatása mellett a kis- és középvállalkozók számíthatnak uniós forrásokra is, amelyekre önállóan vagy a gazdasági minisztérium közvetítésével is pályázhatnak. Megtartotta első hivatalos sajtótájékoztatóját a Magyar Mozgalom Szabadkán. Jónhorti Lívia, valamint Kórház Tamás társelnökök a Magyar Mozgalmat és tagjait ért támadásokról beszéltek, valamint az elkövetkező időszak programjait ismertették.
tagjaink zaklatása. Jóhorti Lívia, a Magyar Mozgalom társelnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a mozgalom tagjai mind a közigazgatás, mind pedig a média szintjén megfélemlítésnek és zaklatásnak vannak kitéve. Ez a fajta jelenléte a nyomásgyakorlásnak szelídebb, hol keményebb, hol pedig kimondottan nagyon erőteljes módon megjelenik. Nyilván sajnálatos módon azt is tudjuk, hogy kihez lehet ezt kötni, és ezúttal ezen a sajtótájékoztatón szeretnénk felszólítani Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, Lovas Ildikót, a tanácstagját, akik elsősorban a hátterét adják ennek az zaklatásnak, és körülbelül azt a 4-5 embert, akik ezt pedig gyakorlatilag ki is vitelezik, hogy hagyjanak fel ezzel a gyakorlattal. Kórhez Tamás a sajtótájékoztatón bejelentette, amellett, hogy párbeszédet kezdeményeznek majd a Vajdasági Magyar Szövetséggel, valamint a kisebb magyar pártokkal egy esetleges nemzeti minimum kialakításáról, a VMS gazdaságfejlesztési stratégiájához is konstruktív módon kívánnak hozzájárulni. A magyar mozgalom úgy kíván hozzájárulni ennek a folyamatnak a sikerességéhez, hogy szakmai fórumokat fogunk szervezni, ahol hozzáértő szakemberekkel próbáljuk majd a nyilvánossággal megvitatni azt, hogy hogyan lehetne ezt a tervet valóban életre hívni, és hogyan lehetne ezeket az eszközöket úgy felhasználni, hogy ebből minél több munkahely teremtődjön. A magyar mozgalom szolidaritást vállal azzal a 9 szabadkai városi tanácsnokkal, akiket első fokon kizárt a Vajdasági Magyar Szövetség. Őket azért zárták ki, mert külön magyar mozgalom platformot hoztak létre a VMS frakcióján belül a párt vezetőségének jóváhagyása nélkül a szabadkai képviselőtestületben. A képviselők várhatóan fellebbezést nyújtanak majd be a döntés ellen. Nevükben Huzsvár József elmondta, a megszerzett mandátum a képviselőké, nem pedig a párté, ezért a ciklus végéig folytatják a képviselői munkát. Tehát kivisszük ez a választási ciklus végéig a városnak a költségvetését, ami a leglényegesebb, és hogy ezt a kényelmes többséget egészen a végéig megőrizzük. Ez az együttműködés ez nem tőlünk függ, hanem attól függ, hogy betartják-e a frakcióülésein azt az eddig is használt és elfogadott elvet, hogy a frakción lehet vita, nyílt vita, lehetnek vélemények, szavazásra zárunk, és a többség szavazatát visszük ki a képviselőtestületre. Elhangzott, a Magyar Mozgalom legközelebbi december 16-ai közéleti kávéházának vendége Jeszenszky Géza, korábbi magyarországi külügyminiszter lesz. A magyar nemzetpolitika elmúlt 25 évét elemzik majd a beszélgetésen. A pilóta fülkébe próbált meg bejutni egy utas vasárnap a Lufthansa Frankfurtból Belgrádba tartó járatán. Az incidenst követően a német repülőgép társaság szóvivője úgy nyilatkozott, hogy egy utas gyanúsan viselkedett a pilóta fülkénél. A landolást követően a férfit Belgrádban őrizetbe vették. Kinyitom a repülő ajtaját. Ezt mondogatta az az amerikai útlevéllel utazó jordániai férfi, aki a pilóta fülkébe próbált meg bejutni a Lufthansa Frankfurtból Belgrádba tartó járatán. Beszámolók szerint a férfi már a felszállás előtt is idegesnek tűnt, és lefeljárkált a repülőgépen, mint aki nem tudja, hogy hol az ülőhelye. Az út felénél a jordániai férfi egyszer csak felpattant, és megpróbálta kinyitni a pilóta fülkét. De ebben a gép többi utasa megakadályozta. A Lufthansa járatán utazott a Vojvodina kézilabda csapata is, akik Portóból utaztak haza. Az újvidékiek a múlt héten Szabadkán vendégszerepeltek. Akkor a csapat segédedzője arról számolt be, hogy hamarosan izgalmas meccs elé néznek majd. Bizonyára nem ilyen fajta izgalmakra gondolt. A láthatóan labilis idegállapotú férfit végül a repülőgép üzleti osztályára vezették át, ahol a Vojvodina 2 méteres orosz klasszisa Alexei Rastvorcev vette őrizetébe. Ezután már nyugodtan viselkedett az utas. A gép végül menetrend szerint 12:45 perckor le is szállt Belgrádban. A Vojvodina játékosai szerint a férfi nem terrorista, hanem valamiféle pszichikai eredetű betegsége lehet. Egyes bulvárhírekkel ellentétben a jordániai férfi nem viselkedett erőszakosan, sok utas ezért nem is tudott az incidensről. A landolást követően a férfit átadták a szerb rendőrségnek, és az ügyészség elrendelte 48 órás őrizetbevételét.
Bomba fenyegetés miatt szállt le Ferihegyen egy Németországból Egyiptomba tartó utasszállító. A gép Belgrád térségéből fordult vissza Budapest felé. A fedélzeten 130 utas és 7 fős személyzet tartózkodott. A leszállást követően a félreállított légijárművet, az utasokat és csomagjaikat is átvizsgálják. Összefogásra van szükség a schengeni határok védelmében, mondta Kovács Zoltán Magyarország kormányának szóvivője az M1 aktuális csatorna műsorában. Schengent nem lehet belülről megvédeni. Egy út maradt, a külső határok megerősítése, tette hozzá. A kormány szóvivő emlékeztetett arra, hogy december 4-én a brüsszeli Európai Uniós belügyminiszteri tanácskozás résztvevői a belső határ ellenőrzéstől mentes, szabad mozgást biztosító schengeni övezet egységének megőrzése mellett érveltek. Megfogalmazódott az is, hogy csak akkor lehet hatékonyan fellépni a menekültválság kezelésében, ha a tagországok betartják a szabályokat. A franciaországi regionális választások első fordulójában a szélső jobboldal nyert, a részvételi arány 50%-os volt. A Nemzeti Front a szavazatok 30%-ával nyerte meg a voksolás első fordulóját. A legnagyobb ellenzéki párt Nicolas Sarkozy által vezetett jobb-közép köztársaságiak 27%-ot kaptak, a kormányzó szocialisták pedig a harmadik helyen végeztek 23%-kal. Így örültek a franciák a szélső jobboldal első fordulós választási győzelmének. Az elemzők szerint megjósolható volt a szélső jobb győzelme, hiszen a francia polgárok kiábrándultak a jobb és baloldali középpártokból. A terrortámadások előtt erre lehetett számítani, az adósságválság, a versenyelőny csökkenés, a magas munkanélküliség és a szociális feszültségek miatt. Marine Le Pen, a Nemzeti Front pártelnöke északon, unokahúga Marion Marekán Le Pen, pedig délen az általuk vezetett listákon mintegy 40%-ot értek el abban a két régióban, ahol a pártvezetők is indultak. Így szinte biztos győztesnek számít a párt a jövő vasárnap esedékes második fordulóban, amelyet december 13-án tartanak. Ebben a két régióban a legnagyobb a munkanélküliség. A Nemzeti Front vezetője azt mondta, a nemzeti egység létrehozása a céljuk, amelyre az országnak most szüksége van. A Nemzeti Front 13 régióból 6-ban a legtöbb szavazatot kapta. Marine Le Pen népszerűsége a párizsi merényletek után nőtt meg radikálisan. Elmondta, hogy a második fordulóban is hasonló eredményt várnak, szerinte ők az egyetlenek, akik megvédik a nemzetet és annak szuverenitását. Nicolas Sarkozy volt államfő is leadta szavazatát, Sarkozy egyelőre kizárta annak lehetőségét, hogy együttműködjenek a baloldallal. Arra kérte a távol maradó francia szavazókat, hogy a második fordulóban a jobb-közép pártra szavazzanak. A terrortámadásokat követően François Hollande népszerűsége mintegy 20%-kal nőtt, de ezt a baloldal nem tudta a maga javára fordítani. A második fordulót december 13-án tartják Franciaországban. Rendbontással ért véget a vasárnapi megemlékezés Görögországban. Több ezren vonultak Athén utcáira annak a 15 éves fiú halálának a 7. évfordulóján, akit egy rendőr Gellert kapott lövedéke ölt meg 2008-ban. A megemlékezés a tüntetők és a rendőrök összecsapásával végződött. Robbanások, lángok és kiabálás töltötte meg Athén utcáit vasárnap éjjel. Így ért véget a 7 éve elhunyt 15 éves Alexandros Grigoropoulos halálának évfordulója. A tüntetők egy része molotov koktéllal, téglával és márványtörmelékkel dobálta meg a rendőröket, akik könyvgázzal válaszoltak. Kisebb tüzek is keletkeztek, a randalírozók kukákat gyújtottak fel és padokat rongáltak meg. Legalább 18 embert őrizetbe vettek a hatóságok. A 15 éves fiút egy rendőr Gellert kapott lövedéke ölte meg 7 évvel ezelőtt. A tragédia akkor az elmúlt pár évtized legnagyobb zavargás hullámát váltotta ki Görögországban. Vasárnap 6000 rendőr volt ügyeletben a gyilkosság helyszínén. 2010. októberében a gyilkos lövését felelős rendőrt a bíróság életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. A közvélemény szemében ez sem jelentett megnyugvást. Minden évben több ezren vonulnak utcára.
Az Iszlám Állam dzsihadista szervezet megsemmisítését ígérte Barack Obama amerikai elnök vasárnap este a washingtoni Fehérházból közvetített beszédében, és terrorcselekménynek minősítette a kaliforniai San Bernardino-ban a múlt héten végrehajtott véres támadást. Obama arra törekedett, hogy megnyugtassa az amerikaiakat a 14 halálos áldozatot követelő San Bernardino-i terrortámadás után, amelynél súlyosabb a 2001. szeptember 11-i merénylet sorozat óta nem történt az országban. A Fehérház a beszéd után közölte, Washingtonban azt mérlegelik, hogy növeljék a Szíriába vezényelt kommandósok létszámát. Az elnök sürgette, hogy a kongresszus adjon új felhatalmazást az Iszlám Állam elleni hadviselésre Irakban és Szíriában. Azt is kérte, hogy az Egyesült Államokba történő vízummentes beutazás szabályain szigorítsanak. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Kulturális estet szervezett vasárnap az Ácsi Roma Egyesület Szabadkán. Véget ért a Desiré Fesztivál. A híradó után azonnal kezdődik hírháttérműsorunk, a közügyek. A műsor szerkesztője és vezetője kolléganőm Fehér Márta már a stúdióban tartózkodik. Márta, milyen témákkal készültetek a mai műsorra? Szia Gertrud, és köszöntöm a nézőket is. Milyen lesz az új vajdasági magyar oktatási stratégia? Erről kérdezem majd az MNT Oktatási Bizottságának elnökét, Perpauer Attilát. A Magyar Kanizsai Fénybárkának is gyűjt a Pannon RTV jótékonysági műsorában az Adni Örömben. Bemutatjuk ennek a napközi otthonnak, műhelynek a működését itt a közügyekben. Leszólt a védelmi miniszter, a miniszterelnök pedig meneszti részletek a közügyekben. Aztán magyarországi ösztöndíj lehetőségről is beszámolunk még a közügyekben, és ha velünk tartanak, megtudhatják azt is, hogy mi az a szociális szövetkezet. Ezek lesznek a mai témák, hamarosan kezdünk. Gertrud? Köszönjük szépen! Az Európában érkező migránsokhoz intézte első karácsonyi üzenetét Ferenc pápa, amikor vasárnap a Vatikánból interneten keresztül távkapcsolással gyújtotta meg az Assisiben felállított karácsonyfa és Betlehem fényeit. Ferenc pápa a migránsokhoz beszélve Lukács evangéliumát idézte, és úgy fogalmazott: azt mondom minden migránsnak, emeljétek fel fejeteket, az Úr veletek van. A katolikus egyházfő videóüzenetet küldött, amelyet az Assisiben szolgáló ferences szerzetesek, a város lakosai, valamint a szertartásra meghívott bevándorlók hallgattak, Afganisztánból, Kamerunból, Nigériából és Szíriából menekült családok. Ferenc pápa vasárnapi üzenetében köszönetet mondott az olasz parti őrség tagjainak, akiket a remény eszközeinek nevezett. Megtartották a 4 kilométeres Mikulás futást vasárnap Magyarkanizsán az ARK, Magyar Kanizsai Maratonfutó Klub szervezésében. A Tiszaparti kajakháztól mintegy 60-an rajtoltak el. Útközben sokan csatlakoztak hozzájuk, a főutcán már mintegy 200-an futottak. A karácsonyi vásártól a főutca végén álló áruházig és vissza a legkisebbekkel és szüleikkel is futottak a mikulások. A futók között többen is voltak, akik délelőtt egy szegedi futóversenyen is a rajthoz álltak. Ennek ellenére nem hagyták ki a Mikulást futás sem. Közéjük tartozott a mezőny legidősebb Mikulása, a 67 éves Lackó Mihály is, akinek a Mikulás futás jó levezetés volt a délelőtti erőpróba után. Futása nagyon gyönyörű az idő, szuper az idő, és ez egy külön élmény, ennyien még sosem nem vettünk részt ezen az ilyen nemű futáson. Szuper, hogy én vagyok legidősebb Mikulás, jó öreg Mikulás, ha nem is, jó nem is Mikulás, de öregnek öreg. A Vajdasági Baráti Egyesület idén negyedszer szervezte meg a jótékonysági Mikulás estet Budapesten, a Fonó Budai Zeneházban. Budapestre is ellátogatott a Mikulás a vajdaságból elszármazott gyerekekhez. Mindenki kapott ajándékot, de azért maradtak még kívánságok. Hát a télapótól azt várom, hogy jöjjön, mert én szeretnék már kapni egy rendőrállomást felette szirénával, és nagyon boldog lennék, hogyha azt megkapnám. Több vajdasági előadó is fellépett, Rúzsa Magdi, Csizmadi Anna, Fehér Nóra és a Török testvérek is. Everybody's got surfing, surfing USA.
Jó érzés évről évre itt lenni, mert jó érzés olyan közösséghez tartozni, aki egy picit hazafelé is próbál segíteni, és tulajdonképpen minden év tényleg arról szól, hogy olyan otthoni intézményeket, vagy hátrányos helyzetű gyerekeket támogasson ez az egyesület, akiknek tényleg nagyon nagy szükségük van erre. A belépőjegyek, az adományok, az elfogyasztott hazai ételek árát három délvidéki intézmény kapja meg. Verbászi óvoda, Magyar óvoda, a Kishegyesi Általános Iskola és a Nagybecskereki Leány Kollégium. Három teljesen különböző intézmény, és mindegyik nagyon fontos munkát végez. Hát testvér is elosztjuk a végén, amennyi jut, ugye. A teljes összeget fogjuk harmadolni. A segítségre nagy szükség van. Nagybecskereken például ki kellene cserélni a melegvizes kazánt. Több mint 30 éves már. Jelen pillanatban lányok úgy tudnak csak mosakodni a kollégiumban, hogy néhány órára bekapcsoljuk, és akkor néhány órai mosakodási lehetőségük van. Akik már később jönnek meg az iskolába, mert délutánosok általában nem is tudnak már meleg vízben mosakodni. Az előző évben 1 millió forintot gyűjtött össze az Egyesület Pecesor iskolájának, idén is hasonló nagyságrendű összegre számítanak. Kulturális estet szervezett vasárnap az Ácsi Roma Egyesület Szabadkán. A Városháza dísztermében Suki János brácsaművész, Kurina Irén énekes, ifjabb Sárközi Lajos Prima Primissima díjas hegedűművész és a jazz band lépett fel, akik színvonalas előadást nyújtottak a muzsika kedvelőinek. Az est folyamán magyar és cigány nóták csendültek fel. A Szabadkai Városháza díszterme szinte teljesen megtelt. A közönség vastapssal fogadta a mulatos nótákat előadó művészeket. Kurina Irén szerint mulatos, nóta szerető, igényes közönség fogadta fellépésüket. Föltétlen fogom énekelni, azt mondják a mennyországban. Hát jön a karácsony, gondolunk a volt, hogy is mondjam ezt. A volt szeret, vagyis a szeretteinkre gondolunk. Ebben a nótában kicsit tükröződik vissza, meg lesznek természetesen a végén csárdások, cigány nóta is tőlem. Azt hiszem, ha ismerős közönség jön, ezt föltétlen várják. Egy ilyen koncertet nem egyszerű feladat megszervezni. Claudia Roma Ácsi, szóval a felesége. Ő tudta ezt létrehozni, ugye a szabadkai, hogy is hívják, támogatásával, szabadkai városháza támogatásával, és ami illeti a zenészeket, nekünk jó barátaink és ismerőseink. A magyar nótákat ugyan még ma is kedvelik, azonban korán sem úgy viszonyulnak hozzájuk, mint a 80-as, 90-es években, mondta ifjabb Sárközi Lajos Prima Primissima díjas hegedűművész. Sajnos valamennyire el van ez feledve ez a dolog, és valamilyen módon el van nyomva tulajdonképpen. Ez fentebb dolog, fentebbről jön ez a dolog tulajdonképpen. Ez nem a kispolgárok embereknek a hibája, mert én tapasztalatban mondom, hogy mindenki nagyon szereti a magyar nótát. Két vendégelőadó egyenesen Indiából érkezett Szabadkára, hogy megörvendeztesse a nagy érdeműt. Most jöttünk ki Indiából, egy 20 órás út volt, nagyon nehéz volt, és egyenesen jöttünk ide kocsival, mert hát egy régi barátokhoz jöttünk. Nekem ez már egy régi kapcsolat, és nagyon szeretek ezzel a családdal muzsikálni. A Szabadkai Ácsi Roma Egyesület 2010-ben alakult és 2014-ben mutatkozott be. Hasonló koncerteket évente szervez az Egyesület azért, hogy a romák és a más nemzetiségűek is együtt ünnepeljenek. A házigazdák zárták vasárnap a Desiré Fesztivált az Exodus című előadással a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színházban. Az utolsó estén tortával és borral ünnepeltek. Az utolsó előadáson a Tolnai Szabolcs rendezte Exoduson is megtelt a Kosztolányi Színház nézőtere. Az idei fesztivál alcíme a kommentár nélkül mond hangosan volt.
16 előadás, pszichodráma műhely és Desiré Akadémia, valamint beszélgetések és hajnalig tartó barátkozások is belefértek a fesztivál programjába. Kicsit bonyolult megmagyarázni azt, hogy a Desiré ugyanolyan a hetedik is, mint amilyen az első volt, és ez nem azt jelenti, hogy semmit nem változik, vagy nem fejlődik, de hogy valahogy ugyanaz maradt, aminek indult is, úgy szellemiségében, szerintem minőségében is. Az egyhetes programsorozat egyik erőssége az önkéntesek, a színészek, a KDSZ-es dolgozók odaadó munkája volt. Nehezebb volt és kimerítőbb, amikor készültünk a fesztiválra. Most, amikor már benne voltunk abban, hogy jönnek a társulatok folyamatosan, abban, hogy állandóan vendégeink vannak, önkéntesek vesznek minket körül, állandóan nyüzsgött az iroda, a Kosztolányi Dezső Színház irodája, így volt bennünk egy lendület. Urban András már a fesztivál kezdetekor elmondta, hogy soha ekkora érdeklődés nem övezte még a fesztivált, mint idén. A jegyek hetekkel az előadások előtt elkeltek. Megvannak a saját kedvenceim, megvan az én saját színházi, esztétikám, amihez én tudom kötni, hogy melyik tetszik, melyik nem annyira, de mindegyik előadásban találtam olyan elemeket, olyan részleteket, amikbe bele tudok kapaszkodni, és amit tudok továbbvinni magammal. Az utolsó estén tortával és borral ünnepeltek. A 7. Desiré Fesztivál tehát véget ért, legközelebb ilyen töménységben előadásokat itt Szabadkán jövőre láthatnak majd. Lehetőség az új kezdetre, ezzel a gondolattal indítják útjára a vállalkozók kiállítását csütörtökön Szabadkán. A Galéria Hotelben 12-től 17 óráig sikeres üzletemberek tanácsát kérhetik azok a fiatalok, akik saját vállalkozásba kezdenének, vagy már meglévő üzletüket fejlesztenék. A magáncégek szaporodásával csökkenne a munkanélküliek száma, és javulna az ország gazdasága is a szervezők szerint. A kiállítást, amelyet országszerte bemutatnak, a szerb menedzserek szövetsége, a DNA Communication és az Amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség szervezte meg Szabadka város közleműködésével. Mi kroz projekat im dajemo konkretne predloge šta su to mogući poslovi koji oni i njihovi članovi njihovih porodica mogu da se bave u njihovom periodu, u narednom periodu i takođe dajemo im osnovnu edukaciju, šta je to što oni trebaju da urade, na šta trebaju da obrate pažnju, šta je to što treba da postignu od svojih ličnih kapaciteta da bi došli u situaciju da otvore te firme. Dárdai Pál a Hertha BSC labdarúgó csapatának magyar vezetőedzője végzett az első helyen az edzők között a berlini év sportolója választáson. A berlini sportélet legjobbjait 1979 óta díjazzák az év záró gálán. Dárdai az első magyar sportember, aki bekerült a kiválasztottak közé. Dárdai Pál az utolsó előtti helyen vette át a Herthát. Akkor érkezett, amikor az öreg hölgynek sürgősen segítségre volt szüksége. Magyar színvel és kék-fehér vérrel. Ahogy mondja, méltatta Dárdait köszöntőjében az RBB online. Csupán 11 hónap kellett neki ahhoz, hogy megválasszák az év edzőjének a városban. Februárban vette át a vezénylést klub rekorderként, közönség kedvencként. Decemberben már sosem látott népszerűségnek örvendett. A Hertha a Leverkusen legyőzése után a negyedik helyen áll a tabellán. A kieséstől való rettegés helyébe az európai kupa szereplésről szőtt álmok léptek, írja a Berliner Zeitung. És eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Bratislav Gašić nem maradhat védelmi miniszter, jelentette ki a kormányfő. Szerdán kezdődik a jövő évi szerbiai költségvetés vitája. A Vojvodina kézilabdázói akadályozták meg, hogy feltörjék a Frankfurt és Belgrád közötti repülőgépjárat pilóta fülkéjét. Jótékonysági Mikulás estet szervezett Budapesten a Vajdasági Baráti Egyesület. Köszönöm figyelmüket, ha még több hírre kíváncsiak, látogassanak el honlapunkra, pannonrtv.com-ra, ahol riportjainkat, műsorainkat is visszanézhetik. Maradjanak továbbra is velünk, ugyanis azonnal kezdődik hírháttérműsorunk, a közügyek. 19 órától a Szimáci Szenteleki napokról készült összefoglalónkat láthatják a közelképben, ezt követően 19:30-tól a Szubjektívben Miklanovics Arankával, a Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesület elnökével készült interjút tekinthetik meg. 20
órakor újra híradó, ezután pedig Jazz Night a Gyárfás István kvartettel. Szép estét kívánok, viszontlátásra!